Jó, van, hadd nézzük, hogy csináljátok. Igen, nem oda a Zsuzsa néninek. Nagyon szépen fejlődik a kis kertje. Gyerekek ezt nagyon szeretik csinálni. Igen. Színesen jönnek és kertészkednek. Igen, Zsuzsa néni, mióta van nekünk a kis tankerted? Most már szerintem negyedik éve. Negyedik éve művelitek. Igen, és aztán mások is kedvet kaptak. Ági néni is gazdálkodik rajta, még nekik látom, milyen kertje. Értem. Jó, hát nagyon büszkék vagyunk rá, és nagyon szép a kis kertetek. Láttuk, hogy apukák ástak, segítettek. Igen. Időnként megművelni. Na. Ki segít a borsót kigyomlálni? Úgy volt, hogy ez lesz. Na. A borsó is elég jó. Nyersen szoktuk megenni. Nagyon szeretik a gyerekek nyersen is. Na hát, köszönjük szépen, Zsuzsa néni, köszönöm szépen, lányok, hogy megmutattátok a kis kerteteket. Második és harmadik osztályos tanulók, akik a kötelező táncóra mellett hetente egyszer táncszakkörön gyarapítják táncudásukat. Műsorukban négy moldvai tánc, podu, keresel, kecskés és pingvin látható. A csoport vezetője Farkasné Nemoda Zsuzsanna. Fogadják őket nagy-nagy szeretettel. Thank you.
műsorunkat. Ezt a kis műsort az első osztályosok, amit játékokat, motivumfűzéseket tanultak, abból állítottunk össze egy kis műsort, és a nagyobbak pedig a szakkörön tanultak eszközös ugrós táncokat. Ők már ezen a napon másodszor szerepelnek, mert ugye az Rényi Miklós Általános Iskolában a rovásíró versenyen is bemutatták a produkciókat. Ezután szeretném megköszönni a szülőknek az együttműködésüket. Mindenkor, a magám ágyába, a gyenge kis madár, nem száll minden ágyra, mi sem fekszel mindenkor.